Hello to everyone from Manchester, UK. Üdvözlök My name is mindenkit. Riaz Jár. Az Egyesült Államokból érkeztem. Riaz Jár vagyok. Nagyon köszönöm a meghívást a Dental World Kongresszusra. Great communication through these really challenging times for everyone throughout the world. I'd also like to thank Mojo. Próbáltatok minket a mai idők. De örülök, hogy mindannyian eljutottunk ide erre a digitális platformra, hogy meghallgassuk ezeket a csodálatos előadókat. Restore versus rehabilitate our patients. A little bit about myself, so I qualified. Az előadásom a restauráció kontra rehabilitációról fog szólni. Protetikában vagyok leginkább jártas, az Egyesült Királyságból érkeztem. So my interest was always sort of more complex dentistry, wanting to transform my patients. Mindig is a komplikáltabb fogászat érdekelt. I recently did the master's with mindig is érdekelt a látszöveti menedzsment. Really interesting. I'm also a visiting professor of prosthodontics for the fiatal korában történt, és azóta így van, azóta koronákat is kapott, de most már volt egy abszesszus is a fog mellett. Korábban egy artikulátorral terveztük volna meg ezt az esetet. Látható, hogy a bal oldalon szemfogvezetés volt, de keresztharapása is volt másik oldalon. És itt látható a végleges munka. Mi az érdekes ezzel kapcsolatban? Úgy terveztük meg a fogakat, és látható, hogy elég sekélyek, eléggé enyhén kifejezett rágófelszíneket alakítottunk ki. Annak érdekében, hogy módosítani tudjuk az okklúziót, de ne befolyásoljuk a rágópályákat. Lehet a jobb oldali. Szemfogvezetés. And this is easy to do. You know, your technician can do this really easily. Ez egy nagyon könnyen tervezhető eset, ezt a technikus könnyen meg tudja tervezni a szoftverben. Szemfogvezetés a legegyszerűbb, mert könnyű megtervezni. Az egyik fő ok annak, hogy szemfogvezetést használunk, az az, hogy az artikulátorainkat így alakítottuk ki. Szükség van hozzá egy arcívre, ami a maxilla pozícióját fogja rögzíteni. When we look at the history of this, you know, with Shanahan and certainly Tamaki's paper. Megnézzük a történelmi gyökereit ennek a módszernek. Itt látható Shanahan cikke 1959-ből, Tamaki cikke 97-ből. És mindazt mondja, hogy igazából a laterális elcsontmozgások nem annyira demonstrálhatóak artikulátor, a statikus pozíciók igen, de a dinamikusak nem. Az artikulátorban a szemfogvezetés vagy a csoportvezetés az nagyon nehezen replikálható. Nehezen regisztrálható. So with the FaceBow, using that tool, we are trying to transfer